Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és érkeztünk a legújabb ládanyítós videómhoz. Ez pedig nem egy akármilyen ládanyítós videó lenne, ugyanis nem csak szimplán ki fogom nyitni a nézőim, illetve saját ládáimat, ugye season end van, szóval szokásos, sztárpontos, illetve Broapesszen megmaradt ládákat fogok kinyitni. Viszont ez nem csak ennyiből fog állni, ugyanis van ez a bizonyos 7-7-7-7 teória, ami egy nagyon érdekes dolog, nagyon-nagyon sok helyről hallottam, már nagyon sok forrásból. El is szeretném nektek mesélni, hogy mi is ez pontosan. Hasonlít egy picit a Sosi Jobi teóriához, csak nem a nevünkhöz kell beírni egy bizonyos nevet igazából, hanem a Creator kódhoz kell beírni ezt a 7777-es, 7777-es kódot, kinek hogy tetszik. Nem tudunk erről a kódról semmit, hogy kié, ki használja, ugye kinek a Content Creator kódja ez, úgymond egy videósé kell, hogy legyen, viszont nem tudjuk pontosan, hogy kié, és nagyon érdekes az egész dolog, mivel készített egy videót a Weak Brawl legendáról, és ebben egyébként meg is említette az én munkásságomat, amit innen is nagyon szépen köszönök neki. A témában már van magyar nyelvi forrás is, ezért mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni Hunter munkásságát, és ha alaposabban érdekel titeket a téma, mindenképpen nézzétek meg az ő videóit is, rengeteg lehetséges teória van. Viszont láttam a komment szekcióban, hogy rengetegen írják neki ezt a 7777 teóriát, hogy erről is készítsen videót, illetve az én Sosi Jobis videóm alatt is rengeteg ilyen komment volt megtalálható, illetve most is ugye megtalálhatóak ezek a kommentek még természetesen. Szóval úgy döntöttem, hogy miért ne próbáljuk ki egy ilyen ládanyítás videóban azt, hogy mindenkinél beírjuk ezt a 7777-es kódot, és hát ha esetlegesen jobb nyitásokat fogunk tudni véghez vinni, hogy pontosan mi is elvileg a teória. A teória egészen pontosan az lenne, hogy ha ezt a 4 darab 7-est használjuk Creator kódnak, és vásárolunk valamit, akkor mindenféleképpen legendaryt, vagy legalábbis természet feletti ilyen jó karaktert fogunk nyitni, tehát meglepően jó karaktert, akár kisebb akuntom, mitiket, vagy bármilyen jó de karaktert, és hát legtöbb helyen legendaryt, vagy legalábbis nagyobb esélyünk lesz a legendary nyitására. Hogyha vásárolunk valamit, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon jó kérdés az, hogy a Star pontos Megabox, illetve Big Box az vásárlásnak számít, tehát logikus szemmel nézve igen, úgyhogy hát a legtöbb helyen ezt fogjuk megvásárolni, viszont ha ez így nem működik, akkor a saját akuntomon majd egy másik videóban lehet, hogy kipróbálom azt is, hogy gemet vásárolok rendesen pénzért, hogy hát ha akkor működik, úgyhogy ez is egy lehet, hogy hosszabb ideig húzódó teória lesz, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai nap így Starpoint vásárlással, Starpointért Megabox vásárlással működni fog-e. És hát nyilván több akuntom fog nyitni, szóval azért ki fog derülni, hogyha ez egy valós dolog. Kis érdekesség még az is egyébként, hogyha 7777 teóriára rákeresünk a YouTube-on, akkor a Weak Brawl live-ot adja ki, szóval szerintem minden-mindennel összefügg. Megkérdeztem egyébként a Zsomacot is, hogy nem tudott erre mit mondani, ő sem tudta, hogy mi az Isten is lehet ez. A 777, az valami youtuber, de nem tudom kinek a kódja egyébként, Hunter. De sokan nem tudják, hogy ki lehet az. Én sem tudom pontosan amúgy. Valami youtuber, a Discordon láttam, de már nem emlékszem. Jaj. Úgyhogy fogalmam sincs őszintén. Úgyhogy srácok, én nem mondom, hogy nem húzom tovább az időt, nézzük is meg az első karakterünket, aki nem lenne más, mint Video Gaming JT karaktere. Pontosan van sztárpontja arra, hogy megvásároljuk majd neki a shopban a Mega Boxot, amit itt találhatunk meg, és egyébként a Legendary drop rate-je 0,1 fölött van, ami egyébként alapból már nem rossz.
aki esetlegesen csúszi kódot használja, azt ki fogjuk szedni, át fogjuk írni 7777-re, viszont utána én vissza fogom neki írni, akármit nyitunk csúszi kódra, hogy nyilvánvalóan tisztességben tartsuk azt, hogy ezt szeretné használni. Szóval semmiféleképpen nem fogjuk ezt megszegni, vagy nem fogjuk ezt onnan kitörölni, csak addig, amíg beírjuk ezt a kódot. Úgy, amit ma vásárolok Starpontért, illetve kinyitom neki a ládáit, azért úgymond a csúszi semmiféle támogatást nem kapna, csak hogy a gemet költesz el, szóval még csak megvonni sem fogunk a csúszitól semmiféle, hát valljuk be, pénzt. És mivel csak a legendary dropétje volt, ugye egyértelmű, hogy 3 darab legendary hiányzik csak már neki, Crow, Leon, illetve Sandy, és 0,1-es droplétel ki tudja őket nyitni, ami egyébként egyáltalán nem rossz, viszont annyira sok ládát nem fogunk tudni rá nyitni, szóval ahogy láthatjátok, itt beszedjük ezt a Surge pint, igazából lesz nála 2 Brawl Box, 1 Big Box és ugye a Mega Box majd ott fölül, úgyhogy nem mondom vagyok, hogy kezdjük is el először a kis ládákat, ezt a 2 kis ládát ki is nyitom, és akkor nézzük is meg a Big Boxot, ami 46 gold, amúgy nem is rossz, de nem ad be semmit ez a Big Box, úgyhogy egyelőre nem költjük el a fejlesztőpontokat, hanem megnézzük a shopban a Mega Boxot, de mielőtt megnéznénk, átállítjuk a kódot 7777-re, és meg is nézzük, srácok, őt támogatjuk, egyébként nem tudjuk, hogy kicsoda, meg is nézzük a Mega Boxot, nem nagyon változtak a droplétjei, úgyhogy nem mondó vagyok, hogy vásároljuk is meg, megválik szépen a tep-tepet, szépen kivárunk, és 5 item van a Megaboxban. 5 item van a Megaboxban, srácok. Úgyhogy egyelőre nem történt csoda. Természetesen visszaírjuk neki a csúszi kódot. Itt is vagyunk a következő karakterünkön, ami egy elég érdekes karakter, 5759 kupán van, és fönt megtalálható egy Megabox, illetve egy Brawl Box is többek között, valamint alul rengeteg láda, 1, 2, 3 darab Mega Box, valamint a shopban is meg fogjuk tudni neki venni mind a 2 ládát, és nem is használ semmilyen creator kódot. A drop rétjei pedig egész jók ahhoz képest, hogy ilyen kis akuntról beszélünk. 0,1296, tehát majdnem 0,3 a legendary drop rétje, majdnem 0,6 a mythic, és 0,56-os epic, illetve 1,2557-es Super Rare droplétel rendelkezik, és Star Power-t még, ha jól láttam, nem is tudunk neki nyitni, csak Gadgetet, és azért jó pár karakter hiányzik még neki, többek között Jackie is a Super Rare-ek közül, Piper, Frank, Bibi, Bee, Nani az Epic-ek közül, illetve az összes Mythic és az összes Legendary, valamint mind a 2 Chromatic is. Szóval nagyon reméljük, srácok, hogy ennyi ládából azért kificzentünk valamit, de mielőtt még bármit is kinyitánk, beírjuk a 7777 kódot, és mivel úgymond vásárolni kell először is valamit, ezért a shopban levő ládákkal fogjuk kezdeni. Kezdjük is a Big Box-szal, hát ha egyből valami csodát varázsol nekünk, nem varázsol csodát, viszont ott van a token duplázó, ami hát nem mondható annyira rossznak, de attól függetlenül nem volt egy jó láda, maradjunk annyiban. Úgyhogy nézzük is meg a Mega Box-ot, hát ha ezzel most csodát művelünk, egyből megnyomom és 5 item. És 5 item, srácok, úgyhogy egyenlőre, hát ebben is volt token duplázó, ami nem mondható rossznak, viszont vásároltunk 2 darab dolgot is úgymondottan, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy itt talán valami csoda történik, vagy ha nem is csoda történik, legalább Jackie ugorjon ki, tehát hogy srácok, az a teóriától függetlenül Jackie-nek azért így is úgy is így lenne kiugrani, a beszedjük a gemet is neki, illetve először a kisládákon megyünk végig, így szoktam általában csinálni, mióta ugye ki lehet nyitni előre is bármelyik rewardot. Szóval srácok, szépen haladgatunk itt a Brawl Boxokkal, de illene azért nyitni valamilyen karaktert, így is úgy is, ha igaz a teória, ha nem, tehát hogy azért srácok, rendben, itt most egy teóriát próbálunk ki, de attól függetlenül ugyanúgy be kéne adni a dolgokat, tehát hogy 42, és azzal sem adja be, nem hiszem el, nézzük is meg tovább a Big Boxokat, azért most már illene valamit beadnia, akármiről is van szó, 35 golddal be is adja, srácok. Csak szólni kell, és be is adja a játékot. Nézzük is meg, hogy ki lesz a ládában, vagy pedig mi lesz a ládában, ugye, és ott van a Fast Forward Gadget Shelly-re. Hát kár érte, hogy nem karakter, minden esetre amúgy nem egy rossz gadget, szerintem ennyi kupán, maximum ez az egy gadget hiányozhatott
neki, vagy nem tudom, hogy hiányzik-e másra is. Egyáltalán van-e még 7-es szintű brawler, de szerintem nincsen, úgyhogy Shellyre ez egy jó nyitás volt úgymondottan, de most már akkor azért tényleg illene. Tényleg illene most már azért kificzenteni valamit. 600 token duplázót már kificzentettünk neki, de most már tényleg illene valamiféle karaktert kipörgetni a ládákból. Mi az Isten ez a sok token duplázó, srácok? Lehet, hogy a 7-7-7-7 teóriá belegenerálja a ládákba ezeket a token duplázókat, de én már tényleg amondó vagyok, hogy akkor már generáljon már bele a ládába egy kis karaktert is, vagy valami hasonlót. Akármennyi goldal engem nem érdekel, csak adja be az új karaktert, mert most már ami villog, az bizony karaktert jelent, viszont srácok, ennek köszönhetően nem is villog semmi, tehát hogy így mi az Isten történik. Viszont 4 darab megaboxunk lesz ezen az akkunton, úgyhogy én amondó vagyok, hogy most menjünk át a Tropi Roadra és nyitogassuk ki itt a dolgokat, többek között ezt a megaboxot, amiben 5 item van. Nem hiszem el, srácok, nem hiszem el, viszont már vagy 1000 token duplázót nyitottunk neki viccen kívül, túlzáson kívül, szerintem ez volt az 1000-dik, ami azért valljuk be, hogy nem semmi. Én amondó vagyok, hogy egy Jessire kéne tenni, és akkor nézzük is meg ezt a Brawl Boxot, ebben sincsen semmi, beszedjük a goldot, és hát itt már teljesen fölösleges ezt elkölteni bárkire is, majd ő eldönti. Úgyhogy azt mondja, még a shopban van egy free box, ezt is kinyitjuk, és ha már támogatjuk a 7777 kódot, akkor azért jó lenne, srácok, hogy ebben a 3 megaboxban nem 5 item lenne, úgyhogy most kivárunk, megvárjuk a tap-tapet szépen, nyugodtan, és ki is nyitjuk a ládát, és 5 item van ebben is. Srácok, lehet, hogy ez a 777 nem javít, hanem ront a ládák teljesítményén, ugyanis konkrétan még egy 6 itemes megaboxot nem nyitottunk ma, nézzük is meg ezt a megaboxot, és ott is van! Csak mondani kell ennek a szerencsétlen játéknak, hogy adja be és beadja, srácok. Nézzük is meg, hogy mégis ki a franc lesz ott, ugyanis most már tényleg biztos, hogy karaktert nyit a srác, illetve nyitunk a srácnak. Úgyhogy nézzük is meg, srácok, nézzük is meg, hogy ki lesz a ládában. És ez pedig Jackie. Ott van a Super Air Brawler, aminek amúgy örülök, de azért szétadtam volna, hogyha valami picit ritkább brawler pörök ki. Viszont a token duplázó nem maradhat el konkrétan. Már 1200 token duplázót nyitottunk a srácnak, hogyha jól számoltam. De ott van végre az új karakter, úgyhogy karakternyitás nélkül már nem megyünk el innen. Viszont maradt még egy megaboxunk maradt még. Úgyhogy nézzük meg ezt is. És ebben pedig már megint csak 5 item található meg, úgyhogy ebben sincsen semmi. Úgyhogy srácok, hát ennyi lett volna, a 7777 kódot kiszedem, mert nem tudom, hogy akarja-e használni, szóval úgy vagyok vele, hogy igazából mindenkinél ki fogom szedni, csak addig fogom használni, amíg bent vagyok a fiókon. Mindenesetre azért nyitottunk új karaktert, úgyhogy nem rossz. Itt is vagyunk a következő karakterünkön, reméljük, hogy itt egy picit még több szerencsével fogunk járni, vagyis hát legalábbis szerencsések leszünk valamennyire, mert hát azért maradjunk annyiba, hogy eddig hát nem vittük túlzásba a jó nyitásokat a mai napon, úgyhogy használjuk ezt a bizonyos kódot, hátha srácok, én amondó vagyok, hogy bármi lehet, először is itt lesz majd egy megabox, de nem ezt fogjuk először kinyitni, hanem először, hát nem fogunk vásárolni semmit. Akkor nézzük is meg itt a free boxot. Aztán nyitogassunk. Hát végül is, mivel nem vásároltunk semmit, és igazából ez az egy megabox, amit ki tudunk nyitni, ezért hát nem bízok nagyon a kódban. Elég sok goldot bead, viszont nem villog, és ugye 5 itemet adott be a láda. Szóval egyelőre hát nem bírt a túlzásba ez a kód, nem is legendary, hanem egyáltalán az új karakterek bedobálását, mindössze egy Jackie-t nyitottunk ma. Itt is lennénk Confirm Mininek a karakterén, ahol a shoppos ládákat fogjuk megvásárolni. A drop rate-jei amúgy, hát nem mondhatók rossznak, 0,03 a legendary, mondjuk az nem túl jó, de a mythic és az epic drop rate az kifejezetten jónak mondható. Mondjuk 15.350 kupán alapból az már fura, hogy még epic brawler hiányzik neki, Bibi és Nani sincs meg a srácnak, és Tara Jean, Max, Mr. P is hiányzik még. Spike, Crow, Sandy is, tehát csak Leon van meg a legák közül, illetve mind a két kromatik hátra van még neki, mind a két kromatikot ki kell még nyitnia, szóval eléggé sok mindent tudunk itt nyitni neki, viszont ahhoz képest nem túl jók a drop rétjei. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy írjuk be a 7777 creator kódot, természetesen utána vissza fogjuk rakni neki a csúszit, úgyhogy hát amondó vagyok, hogy először akkor vásároljunk a shopban, mert hát elméletileg vásárolni kell ezzel a kóddal.
És a Big Box nem tudom, hogy beadja, nem adja be, srácok. 43 goldal, ilyen 40 pár goldokkal általában beszokta adni, de ugye nem garantál, és most sem adta, hát elég gagyi kis Big Box volt, hogy maradjunk annyiban. Viszont hát ha a Megabox, hát ha a Megaboxban ott rejlik valami, egyből rányomok most, és nem rejlik ott, srácok, semmi az ég egy adta világon, 5 itemet tartalmaz a Megabox is. Itt is lennénk Vance 30-nál, először is a shopban fogunk tevékenykedni, meg fogjuk venni a Megaboxot. Ahogy láthatjátok, már használtam is a kódot, úgyhogy nézzük is meg az első vásárlásunkat, ugye, aminek köszönhetően úgymond aktiválódik elméletileg a kód, és nem tudom, hogy mennyire aktiválódott a kód, de rohadtul nem adott be itt sem semmit, szóval token duplázóból nem is 200, hanem 400-at ad be, és brutálisan sok token duplázót kapunk a mai napon, viszont legalább annyira kevés egyáltalán villogó itemet, szóval mindössze egy gadget és egy karaktert nyitottunk ma. Hát lesz itt neki egy pár ládája, illetve itt fönt is egy big. Úgy gondolom, hogy kezdjük is ezzel. Hát ebben nincsen semmi, de a token duplázó ott van. Mi a jó Isten, srácok? Elképesztő sok token duplázó. Neki már 600-at nyitottunk konkrétan két ládából. Úgyhogy nézzük is meg a kis ládát, ebben semmi nincsen. Azért megmutatnám, miközben itt nyitogatok, hogy kik hiányoznak neki. Két legendary, Leon és Sandy, valamint Gale az előző kromatik, és 3 mitik, Tara, Max és Mr. P sincs még meg Vance 30-nak. Illetve a drop rétjei, hát ilyen közepesek, bár már egyre jobb a legendaria és a mitikje is egész elviselhető. Szóval nézzük is meg ezt a két big boxot, amiben nincsen semmi az elsőben sajnos, viszont a másodikban hát ugyanannyi goldal, ugyanúgy nincsen benne semmi. Hát ez fantasztikus, egyelőre fantasztikus, srácok. 4 item! Az úgy mi? Hogy lehet, srácok, 4 item? És nem adja be nyilvánvalóan. Hogy lehet 4 item, neki még mindenki hiányzik? És 200. Srácok, ez a 7777 kód, ez mi ez? Minuszba visz? Vagy mi a jó Isten történik itt? Srácok, ő még csomó mindenkire tud kapni, látjátok, Surge-re is tud, Sproutra is tud, bárkire tud igazából még fejlesztést kapni. Mi az, hogy 7 item? Ja, vagy 4 item? Lehet, hogy már tényleg nem tudom úgy. Itt is lennénk Hubconnak a karakterén. Írom is a kódot, bár egyre kevésbé bízok abban, hogy ez bármit is jelenthet. A droplitjei nem rosszak, de azért nem is jók. Illetve mind a két kromatik hiányzik neki, viszont ezt a Bropest meg fogja venni, szóval talán Surge-ot kéne a legkevésbé kinyitni. Viszont ott van még a két legendary Spike és Sandy, valamint 3 mitik Mortis, Tara és Mr. P. Szóval én nem mondom, hogy először ugye vásároljunk is valamit, a shopban ezt a mega boxot vegyük is meg. Úgyhogy nézzük is meg, srácok, egyből megnyomom, mi van veled Supercell? Beszélni is néha, hogy elfelejtek közben, ugyanis konkrétan nem történik semmi érdekes, srácok. Az a helyzet, nem nyitunk semmit az ég egy adta világon. Brawl box, semmi, nézzük is meg, még itt van egy pár darab brawl box, ezben sincsen semmi igazából, és még itt egy brawl box, hát ebben sincsen semmi. Úgyhogy menjünk visszafele a big boxokkal, hát ha így majd valami csoda történik esetlegesen. 47, az nem is rossz. Na végre valahára beadta az új itemet. Nézzük is meg, kérlek szépen 7700-ra, hogy adj be valami jót. És egy gadget, az új Crow gadget, ami amúgy nem rossz, meg király, meg biztos azért elfogadja egynek, de azért jó lenne, ha már karaktert adna be, egy ritkább karaktert adna be, ez a bizonyos, hát teória, ez a bizonyos 7777-es kód, mert egyelőre token duplázóból dobál milliót, viszont egyszerűen nem nyitunk új dolgokat, úgyhogy hát elképesztő az, hogy mennyi ládát kinyitottam már ma, 38-an viszont mi van, még ezzel sem képes beadni? Hát ezt nem hiszem el, srácok, 46-tal sem adja be. Úgyhogy még van egy big boxunk, 58, és konkrétan egy dolog van benne Crow mindösszesen. Úgyhogy van még megaboxból 2 darabunk, hogyha jól látom, így is van. Úgyhogy nézzük is meg először az elsőt, 6 item, végre srácok, végre valahára, még egy villogó dolog. Na de nézzük is meg, hogy mi az Isten lesz ott az egy dolog. Esetleg egy gadget, ami hát azt jelenti, hogy hú, de király most beadta a megabox, vagy esetleg egy
jó karakter, egy mitik vagy legendary, ami esetleg végre a 777 teória igazságát támaszhatja alá. Alá nem tudok beszélni, de a lényeg az, hogy ez bizony egy gadget, viszont egy jó gadget, egy nagyon jó gadget, Nitára már nagyon hiányzott neki a gadget, és a token duplázó nem maradhat el a hat itemes megaboxban sem, viszont hát még mindig nem tört meg a jég, még mindig nem tört meg az átok, úgyhogy ha jól látom, akkor már csak ezzel egy megaboxunk van, úgyhogy amondó vagyok, hogy most szépen chillesen várjuk is meg a tepet, és öt item van benne. És öt item van benne, srácok, és most a token duplázó sem villan, úgyhogy ennyi, konkrétan ennyi történt. De nyugi, srácok, tudom én, mi lehet emögött. Általában nézőknek szoktam nyitni karaktereket, illetve új dolgokat. Most egy kicsit kevesebbet sikerült, viszont magamnak soha az életben semmit nem nyitok, és hát ez az is alátámasztja, hogy hiányzik még, ne hívogassatok meg Mr. P, Sprout és igazából mind a négy legendary, és ami még nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy a drop rétjeim pedig az egekben vannak konkrétan, 0,2158 a legendary drop rétem, és 0,2609 a mitik, ami hát közepes, de a legendary az ilyen világcsúcsot súroló drop rét konkrétan, úgyhogy remondó vagyok, hogy írjuk is be a 777-es kódot, vegyük is meg először is ezt a megaboxot, aztán pedig nyissuk ki a Brawl Pass-en levő ládáimat is, hátha srácok, hátha nálam beadja, és ott van az új dolog! Ott van az új dolog, srácok, ott villog, ugyanállam már egy új itemnél is villog a megabox, és nézzük is meg, srácok, hogy ott van-e a karakter, és nincs ott a karakter, hanem Jean Gadget, nem hiszem el, srácok, még csak nem is egy annyira jó gadget, én ezt annyira nem szeretem. Bakker, meglepődtem, hogy egy itemet adott be, viszont utána leesett, hogy nálam egy item kell, hogy legyen a ládában, úgyhogy hát egyből legalább nyitottunk úgymond valamit, viszont... Hát azt nem mondom, hogy ebből most kiderült, hogy úristen megtörött az átok, és igaz a teória. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy itt a Brawl Pass-en szépen ide is tekerünk, és akkor nézzük meg ezt a három darab ládámat, ezt a Brawl Boxot, ezt a Big Boxot, illetve ezt a Mega Boxot. Úgyhogy kezdjük is a kis ládával, amiben nincsen semmi, csak gold. Nézzük is meg a Big Boxot, hogy egy item villog, akkor már van benne valami, és nem adja be ez sem. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy a megabox maradt már csak hátra, hátha srácok, hátha valami értelmeset képes beadni, kivárunk, chillelünk, tep-tep, szépen, léci új dolog, és nem adja be az új dolgot. És nem adja be, nálam továbbra sem adja be, csak azzal a különbséggel, hogy most nálatok sem adja be. Van viszont még egy akkunt, srácok, van még egy fiók hátra, Yolo KR fiókja, akinél ugyan a Brawl Pass-en semmiféle ládát nem fogunk tudni kinyitni, a shopban nyugodt szívvel tudjuk használni ezt a 777-es kódot, és nyugodt szívvel meg tudjuk vásárolni a Mega Boxát. Előtte viszont megnézzük a drop rétjeit, majdnem 0,9 a Lega, majdnem 0,26 a Mythic, és még Epic karakter is hiányzik neki, aki pedig nem lenne más, mint Nani. Igazából, és Jean az egyetlen mitik, aki hátra van, akit még nem nyitott ki, illetve Spike, Leon és Sandy is ott van legák közül, valamint Gale is mitik drop rétel nyitható ki még a számára. Úgyhogy én nem mondom vagyok, hogy nézzük is meg ezt a megaboxot a 777-es kód használatával, hát a srácok, hát ha itt a videó végén megtörik az átok, hát megtört, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy... A token duplázó az nem tudom, hogy alapból ennyit dobálna el, vagy az befolyásolja ez az egész. De hogy ne nyitottunk új dolgot. Hú, hát srácok, ennyi lett volna ez a mai ládanyitós videó. Hát reménykedtem ebben a teóriában, reménykedtem ebben a 777-es dologban. Viszont lehet jobb lett volna, hogyha nem használjuk ezt a kódot konkrétan, mert egy karaktert sikerült mindössze nyitnunk, illetve egy gadgetből is... Hát azért gadgetből utána már egy jó párat sikerült, tehát azért villogott itt-ott, még nálam is, viszont nem tört meg az átok, nem tört meg a jég, nem váltottuk meg a világot ezzel a teóriával. Hogyha esetlegesen szeretnétek azt, hogy pénzes offert vegyek meg, és hogy hát ha úgy beigazolódik ez a dolog, és lehet, hogy tényleg valamiféle fizetős gemet vagy offert kell megvásárolni a shopban. Hogyha szeretnétek, hogy ezt kipróbáljam, akkor csapjatok ide a videóra
500 darab lájkot minimum, és akkor srácok, megnézem, megveszek egy fizetős offert a kedvetekért az akkuntomon, és megnézem, hogy azokból a ládákból, vagy esetleg az utána levő megmaradt ládáimból jön-e valami különleges dolog, esetleg nyitok-e végre Legendary-t, mert ha én akkuntomon Legendary jön, az biztos, hogy valami teória miatt lehet, mert konkrétan hát lassan 0,22-es Legendary drop rate-ekkel semmi. Lassan 17 000 kupán. Köszi Supercell. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a mai ládanyitós videó. Volt már izgalmasabb, volt már több dolgot nyitós ládanyitás is a csatornámon. Hát ez most nem az lett, ez most azt bizonyította be, hogy ne használjátok a 777 kódot, hogyha tehetitek, mert nem történik tényleg semmi, sőt, token duplázóból sokat kaptok, szóval, hogyha szükségetek van esetleg rá, akkor nyugodtan használjátok, viszont ne számítsatok sok új dologra, maximum gadgetekre. Legalábbis, hát azért most jó pár akkuntón kipróbáltuk, és hát ez a tapasztalatom. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, holnap egy nagyon érdekes brawlszezonos videó érkezik a csatornára, ahol elmagyarázom, elmesélem, hogy a brawlerek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, kikinek a családtagja, kikinek a rokona, és hogy ki itt támasztott fel a halálból, szóval nagyon érdekes történetek és Brawl Stars teóriák, illetve alátámasztott igaz rokoni viszonyok fognak jönni majd a holnapi videóban. Érdemes feliratkozni, amíg nem tettétek meg, ugyanis nagyon-nagyon közelítünk az 5000 feliratkozó felé. Meglepetés tartalmak egyébként nem is kevés fog érkezni 5000-nél. Vagy egy picit később, mert lehet, hogy nekem lesz meglepetés, hogy ilyen hamar elérjük, és nem bírom elkészíteni addig a tartalmakat. A lényeg az, hogy haladunk, új stúdió is már úton van. Úgyhogy srácok, tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a holnapi videóban. Várlak visszatiteket, én Hunter voltam. Szevasztok!